Alapvetően az igény határozza meg, mire van szükségünk. Nagyon sokféle termékünk van a termékkategóriákon belül, sőt, némely terméknek is többféle formulája elérhető, meg pont az az oka, hogy a meghatározott célhoz, igényhez tudjuk igazítani a termékeket. Hiszen egy poros készítmény rendkívül gyorsan felszívódik, ugye vízzel hígítjuk, ha még hígabb, vagy ha nagyobb hígítással használjuk, akkor még gyorsabb, vagy a sűrűbbre, akkor egy picit lassabb, de alapvetően gyors felszívódású, edzés előtt vagy edzés alatt ez a legjobb választás. A poros készítményeket még tovább is tudjuk csoportosítani, nem bonyolítom, inkább egyszerűsítem, a nagy tisztaság vagy az élmény. A tisztaság ugye 100%-os tisztaságú termékek, akár a versenyfelkészülés hajrája, amikor már a szálkásítás után a vízhajtás folyamata következik. Itt nagyon fontos, hogy adalékanyagokat azért próbáljuk meg minimalizálni, sőt ugye a nátriumra, a sóra is figyelni kell, sőt akár egy édesítőszer is befolyásolhatja ezeket a folyamatokat. Pont ezért a nagy tisztaságú monokomponenses hatóanyagok ilyenkor lehetnek a megoldások. De hétköznapi használatban bizony az élmény talán fontosabb, igenis finom legyen. Még akár az is, hogy a hatékonyságra is egy picit lehet javítani. Például egy 100% BCA tisztaság, a BCA zero pedig az élmény oldalán tudjuk elhelyezni, hiszen a BCA zero-ban nem csak BCA van, hanem glutamin, ami a B6 vitaminnal együtt tulajdonképpen javítja a felszívódást, és emellett pedig rendkívül finom és nagyon változatos ízekben elérhető, konkrétan 13 ízben elérhető már. Tehát azt lehet mondani, hogy akinek az élmény fontos, és azért jobban szívódjon, a BCA zero a legjobb választás, de versenyfelkészülésben akár komplex csomagokat raknátok össze, termékkombinációkra gyúrnátok, akkor ott egy 100% BCA ízesítés nélkül mi voltából adódóan tulajdonképpen az egyik legjobb megoldás. Maga a formula, a kapszula héj és a tabletta bevonata az, ami megoldja azt, hogy nagyobb hatékonysággal fog a benne levő hatóanyag felszívódni, hiszen a gyomorsav és a különböző interakció a szervezetben a felszívódás közben nem használódik szét az a benne levő hatóanyag, hanem nagyobb hatékonysággal tud felszívódni.